Halleluja, mindenható atyánk, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk téged ezen a mai reggelen. Hálásak vagyunk azért, hogy a te nevedben összegyűlhetünk téged, dicsőíthetünk téged, magasztalhatunk, és az a szívünk vágya, hogy szólj hozzánk ezen a mai napon, és minden egyes énekünk, minden egyes imádságunk legyen egy kedves áldozat te előtted. Szükségünk van rád, atyám, és így kérünk téged, legyél jelen közöttünk ezen a mai délelőttön is, a te nagy nevedért. Amen. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntek benneteket az Úr Jézus Krisztusnak a nevében ezen a szép ünnepi vasárnapon. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt a pünkösdöt is együtt ünnepelhetjük meg az Úr Jézus nevében. Szeretném köszönteni azokat is, akik az interneten keresztül néznek bennünket, vagy éppen a televízión keresztül követik az alkalmunkat. Hálásak vagyunk azért, hogy együtt lehetünk ezen a mai délelőttön, és felemeljük a jó Istennek a nevét. És azokat is szeretnénk köszönteni, akik először vannak itt most az alkalmunkon. Ha felemelitek a kezeteket, akkor fogtok kapni egy kis ajándékcsomagot. Köszöntünk benneteket szeretettel. Hálásak vagyunk azért, hogy végre együtt lehetünk, és annyira örülök, hogy együtt élhetjük meg Istennek a szeretetét, együtt élhetjük meg a jó Istennek a kegyelmét. És tudjátok, olyan sokat gondolkoztam az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben, annyi módon meg tud osztani az ország, meg tudnak osztani az emberek, vitatkoznak egymással, támadják egymást, és éppen most elkezd lassacskán majd lecsengeni a pandémiának a vitatkozása, hogy most oltassunk, ne oltassunk, ki okos, ki nem okos, hogy finoman fogalmazzam, és nagyon sokat vitatkoztak ezen az emberek, nem sokára fog kezdődni majd tavasszal a választások, ahol megint ezen fog menni a móka, hogy kire érdemes szavazni, kire nem, ki az, aki okosan szavaz, ki az, aki nem, és többen kérdezték, hogy én miért nem beszélek erről prédikációban. Nem mondom, hogy többet, mert egyáltalán nem beszélek ezekről, mert én azt gondolom, hogy ez nem az én feladatom, hogy elmondjam, hogy ti mit csináljatok ilyen szempontból. Tudjátok, amikor a Bibliában Pál apostol beszél, azt mondja, hogy a görögök azok szeretnének valami bölcsességet, a zsidók azok szeretnének valami jelt. Én meg a megfeszített Krisztus prédikálom. A görögöknek bolondságot, a zsidóknak megbotránkozást, de a hívőknek Isten erejét. És én azt gondolom testvéreim, hogy nekünk nem a jelen politikai helyzeteket kell elemezni, hanem az élő Isten kell méltó módon képviselnünk, mert ha ezt tesszük, akkor tudjuk őt bemutatni az emberek számára, és úgy tudunk változást eredményezni. Nem akkor, hogyha jól oltakozunk, vagy jó pártra szavazunk, hanem akkor, hogyha az élő Istennel szoros kapcsolatban vagyunk. És ez egy nagyon fontos testvér, hogy ne felejtsük el. Nem azért vagyunk itt a világon, hogy vitatkozzunk, nem azért vagyunk itt a világon, hogy bántsuk egymást, hanem azért, hogy egységben tudjuk az élő Istent felemelni. Hála a jó atyának egyetlen egy mennyország van. És egyetlen egy népe van Istennek. Ez különböző gyülekezetekben, különféle városokban, településekben van, de egy népe van az élő Istennek, és hiszem, hogy ennek a népnek mi is részei vagyunk, testvéreim. És azt szeretném, ha ilyen módon tudnánk együtt felemelni Istent, tudnánk együtt Isten elé járulni. Három kérés érkezett be hozzám az alkalomnak az elején, utána pedig egy néhány énekkel fogjuk Isten dicsőíteni. Kedves Pali testvérünket, ha jó atyánk érted, akkor jövő héten kedden végre meg fogják tudni már műteni a csípőit. Szeretném, ha továbbra is imádkoznánk érte, hogy az Úr erősítse őt meg, és sikerüljön ez a műtét. Anna Marinak az édesanyja is szintén műtét előtt áll, szeretném, ha tudnánk ezért imádkozni, hogy őt is erősítse meg az Úr Jézus, illetve tudjátok azt, hogy a Palla házas pár hosszú ideje küzd a rákkal, sok kezelésen voltak már keresztül, szeretném, ha értük is tudnánk imádkozni. Nem tudom, van-e még valaki beteg, akiről tudtok, hogy szeretnétek, hogy imádkozzunk most érte itt az alkalom elején? Ha nincs, akkor arra kérek benneteket, hogy álljunk fel, testvéreim. Egy közös imádsággal betegeinket az Úr elé visszük, utána pedig Isten fogjuk dicsőíteni egy néhány énekkel. Mennyei Atyám, köszönjük neked, hogy újra itt vagyunk előtted, és hálásak vagyunk, hogy imádkozhatunk a betegeinkért. Külön imádkozunk, Uram, a Pali testvérért, te látod, hogy milyen régóta szenved az ő csípőjéért. Kérlek, Uram, hogy hajolj le hozzá, erősítsd őt meg, és segítsd meg, hogy hosszú ideig tudjon még egészségesen itt lenni közöttünk. Ugyanígy kérlek, Uram, az Anna Marinak az édesanyjáért, hogy te legyél mellette, erősítsd őt meg, adj neki bátorságot, gyógyítsd őt meg. És így imádkozom a Balla Jánosért is, az Évéért is, Uram, adj nekik teljes gyógyulást, teljes felépülést a te neved dicsőségére. És mi mindenért téged akarunk magasztalni, téged akarunk áldani ezen a mai reggelen is, téged akarunk felemelni. Jöjj a te kedves jelenléteddel, Úr Jézus, tölts meg bennünket, frissíts fel, és legyen kedves előtted, ami hála áldozatunk, ami
mi énekeink. Téged akarunk dicsőíteni, Jézus. Amen. Amen. Gyertek, testvérek, dicsérjük az Urat. Sok szeretettel benneteket, és hát így pünköskor, a pünkösdi gyülekezetben, az egyházban köszöntünk benneteket, de ugye nagyon fontos ez, mert azt mondja az ige, hogy a pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. És tulajdonképpen így zárul be a Szent Háromság, hogy Jézus, hogy itt volt a Földön, és tanított, őt is az Atya küldte, és a Szent Lelket is az Atya küldte, ami számunkra, és azért küldte, hogy megtanítsa nekünk mindazokat a dolgokat, amelyeket Jézus itt megmutatott nekünk. És én úgy gondolom, hogy ezt mindannyian, akik már tapasztaltuk és átéltük, elmondhatjuk, hogy lehet a Szentlélek nélkül élni, de nem érdemes a keresztény életet, a hívő életet. Úgyhogy én bátorítok mindenkit arra, hogyha nem találkoztál még Jézussal, mint személyes megváltóval, az legyen az első lépés, de utána pedig én kívánom azt nektek, hogy találkozzatok a Szentlélekkel, mert annál jobb nincsen. Amen. Thank you.
jöjj, Szent Lélek, szállj le rám. Reményt hozó fénysugár, vezesd az életet a szűk ösvényen, segíts levennem régi ruhám. Jöjj, Szent Lélek, szállj le rám. Reményt hozó fénysugár, vezesd az életem a szűk ösvényen, segíts levennem régi drága Szent Lélek, hogy jöjj, és tölts meg bennünket teljesen. Téged ünneplünk ezen a mai napon, és az a vágyunk, hogy tudjunk tiszták és szentek lenni, hogy tudjunk így megállni majd a mindenható Isten előtt azon a napon. Így kérlek, hogy szólj hozzánk a te drága igéden keresztül, és építs bennünket, mert szükségünk van rád. Ámen. Foglaljatok helyet, testvérek! Én rögtön egy találós kérdéssel szeretném kezdeni, nem bonyolultam úgy, de mi volt Isten első két szava, ami le lett írva? Tudjátok-e ezt? Két szót ott mondott ki Isten. Mi volt ez az első két szó? Nagyon egyszerű, de mégis bonyolultnak tűnik. A legyen az biztos, hogy így van. És mi legyen? Legyen világosság. A Bibliában ez az első két szó, ami Isten szájából le van jegyezve is. Tudjátok, amikor sötét van, akkor nagyon vágyják az emberek a világosságot. A gyermekek is, amikor lefekszenek este aludni, kell egy picike fény, mert akkor megnyugszanak. A teljes sötétségben sokszor fél az ember. A sötétségben nagyon nehéz tájékozódni, és tudjátok, azt szokták mondani, hogy a kislábujunk az azért van, hogy megtaláljuk, hogy hol van a szél az ágynak. És sokszor ez van, a sötétben megtaláljuk. És nagyon sokszor az ember elbotlik, a sötétben nagyon-nagyon sokszor az ember hibákat vét. És Isten azt mondta rögtön, amikor sötétség volt ennek a földnek a színén, hogy legyen világosság. És amikor olvastam Istennek az igéjét, így pünkösddel kapcsolatosan gondolkoztam, hogy akkor megint valamilyen klasszikus pünkösdi prédikációt mondunk arra, hogy eljön a Szentlélek, és itt van közöttünk, és egy nagyon nagy ajándék, hogy itt a Szentlélek, félre ne értsétek. De mégis egy kicsit más ige jutott az eszembe. Ézsaiás könyvének a 9. részének az első 4 versét fogom felolvasni, amely ezt mondja. De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta a Zebulon és Naftali földjét, de aztán megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot. Akik lakoztak a halál árnyékának földjében, fény ragyog fel fölöttük. Te megsokasítod ezt a népet, nagy örömöt szerzel neki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vígadoznak, mint mikor zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és háta veszélyét,
és az ő nyomorgatónak botját összetöröd, mint Midiánnak a napján. Tudjátok, amikor pünkösdről van szó, nem szoktuk elfelejteni elmondani azt, hogy a zsidó népnek három nagy ünnepe volt, és a középső volt a pünkösdnek az ünnepe. Elsődlegesen minek nevezték ezt az ünnepet, emlékeztek rá? Két fontos jelentése volt. Az aratásnak az ünnepe, az első kenyérnek az ünnepe, illetve a törvényadásnak az ünnepe is. Azt mondja Istennek az igéje, nagy örömöt szerzel nekik, és örvendeznek előtted az aratók örömével. Akik esetleg mezőgazdasággal foglalkoztatok, vagy foglalkoztok, tisztában vagytok azzal, hogy mennyire sok munka van az aratás előtt. Mennyi mindent meg kell tenni azért, hogy az ember arathasson. Meg kell művelni a földet, el kell vetni. Utána gondozni kell, táplálni kell azokat a növényeket, hogy felnövekedjenek. Meg kell óvni nagyon sok kártevőtől, hogy a végén az ember arathasson. És tudjátok, nagyon sok munka az életünkben, amit elvégzünk, egészen hasonló. Nagyon komoly befektetésekre van szükség ahhoz, hogy az ember valamilyen produktumot érjen el. Ahhoz, hogy felépüljön egy ház. Vagy ahhoz, hogy egy gyermeket felneveljünk, és lehetne bármelyik területét nézni az életünknek, hogy megtanuljunk esetleg egy idegen nyelvet, vagy elvégezzünk egy szakmát, nagyon sok energiát kell befektetni. Most éppen megszüntették ezeket, sisterek. Éppen egy-kettő. Egy-kettő ez az. Éppen megszüntették ezeket az OKI és képzéseket, biztos, hogy emlékeztek rá. Olyan érdekes, hogy nagyon gyorsan el lehet végezni egy-egy szakmát. Pillanatokon belül, de az, hogy az ember a szakmájának a mestere legyen, azért ennél sokkal-sokkal több idő. Hál' Istennek orvosit nem lehetett OKI-n elvégezni, de nem örültem volna, hogy olyan orvoshoz kell menni, aki 3 hónap alatt elvégezte az orvosi tanfolyamot. Időt kell befektetni ahhoz, hogy az ember eredményeket érjen el. Ha mi szeretnénk örülni az aratók örömével, akkor előtte elég sokat kell dolgozni. Azt mondja, akik könnyulatással vetnek, azok vígadozással fognak majd aratni. És tudjátok, ez egy nagyon-nagyon lutri a mezőgazdaság, mert nem tudjuk, hogy fog-e megfelelő eső hullani, fognak-e jönni jégkár, vagy mindenféle más, nagyon sok a kiszámíthatatlan tényező. Amikor egy szántóvető elveti a magvakat, amiket elvet, akkor reménységgel, bizalommal kell, hogy elvesse. Nem azért veti, mert úgyse fog semmit sikerülni, nem fog működni, mert jégesők lesznek, hanem reménykedik abban, hogy lesz egy jó termés. És tudjátok, a mai világban annyira el vannak keseredve az emberek, annyira ki vannak fáradva, annyira ki vannak merülve az emberek, mindenhonnan, ahol érnek bennünket az információk, leterhelik az embernek a lelkét. És sokszor az embernek fel kell, nincs kedve. Nincs kedve végigvinni azt a napi rutint, amit megszokott, mert azt érzi, hogy nincs ennek az egésznek értelme. Kimerülnek az emberek, elfáradnak az emberek, de olyan jó az, amikor Isten azt mondja, hogy nem lesz mindig sötétség ott, ahol most szorongatatás van. Tudjátok, számomra nagyon nagy ajándék, hogy a Biblia az tele van a reménységnek az üzenetével. Hogy azok az emberek, akik bajban vannak, azok az emberek, akik nehézségben vannak, akik fájdalmakon mennek keresztül, azok számára van lehetőség a változásra. Van lehetőség a helyreállásra. Istennek az igéje tele van az öröm üzenetével. Amikor Istennel foglalkozunk, tudjátok, sokszor az emberek gondolkoznak ezen, hogy hogy fordulhat elő az, hogy egy szerető Isten megenged ilyen dolgokat. Azt mondják, ha Isten jó, miért van pandémia? Ha Isten jó, miért halt meg a gyerekem, a férjem, a feleségem? Miért vagyunk nehézségekben? És lehetne sorolni. Ha Isten szeret, miért bántanak bennünket? És annyi-annyi probléma, annyi nehézség az, amit az emberek rávetítenek Istenre. Sőt, ha Isten jó, hogyan büntethet meg embereket? Az Ószövetség nagyon-nagyon sok mindent leír, amikor Isten nagyon határozottan meghúzott egy határt, és utána nagyon komoly büntetések következtek. És vannak, úgy oldják fel ezt az egészet, hogy hát volt az Ószövetségnek az Istene, meg van az Újszövetségnek az Istene. Vannak, úgy gondolják, hogy hát Isten azt nem úgy gondolta, de a Bibliában elég világosan le van írva. És én hiszem, hogy Ó és Újszövetség mind a kettő az élő Istennek az igéje. Mind a kettőre szükségünk van. És a teljes írás, Ó és Újszövetség az élő Istentől ihletett, és a hasznunkra van. És tudjátok, le van írva sok helyen a Bibliában, hogy akit Isten szeret, azt fegyelmezi. Egy gyermeket, ha szeretünk, akkor fegyelmezzük, akkor rendre tanítjuk. A mai világban, amikor nem szabad semmilyen módon minősíteni egy gyermeket, nem szabad semmilyen módon fegyelmezni egy gyermeket, ez nem a szeretetről szól. Már látjuk ennek a rövid távú következményét, hogy mennyi káosz, mennyi problémát eredményez az, hogy nincsenek szabályok, hogy nincsen fegyelmezés.
És nem azt mondom, hogy verni kell a gyereket, mint a répát. Nem azt mondom, hogy bántani kell egymást. Azt mondom, hogy kell, hogy rend legyen. Kell, hogy legyen világos, átlátható szabályrendszer, amit tud az ember követni, mert ez bennünket véd. Az, amikor én közlekedek az autóval, bátran mehetek egy olyan kereszteződésbe, hogy elsőbségem van, mert remélem, hogy a másik ember ismeri a kreszt, és ez véd engem. Nem mindig alakul így, de azért azon vagyunk, hogy tudjuk a kreszt betartani és betartatni egymással. Isten sok-sok szabályt, sőt, minden egyes szabályt azért hozott létre, hogy ez bennünket védjen. A mi életünket védje. Isten bennünket akar megtartani, bennünket akar felemelni az ő kegyelmével, az ő szeretetével. És tudjátok, jó az, amikor az ember, ha sötétségben van, tudja azt, hogy lesz világosság. Jó az, hogyha el vagy hagyatva és nyomorúságban vagy, tudhatod azt, hogy ez nem egy állandósult állapot, hanem ebből változás fog következni. Isten megszabadít bennünket. Azt olvassuk az igében, örömöt szerzel neki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vígadoznak, mint mikor zsákmányt osztanak. Öröm és vígasság, Isten népének az osztály része. Erre vagyunk elhívva, testvéreim. Nem a folyamatos szenvedésre, nem a folyamatos kínlódásra, hanem arra hívott el bennünket Isten, hogy tudjunk ünnepelni. Ez a három zsidó ünnep, amiről beszéltem egy picit, vagy említettem, ezek mind-mind örömünnepek. Isten azt akarja, hogy az ő népe örüljön. Azt akarja, hogy az ő népe megelégedett és boldog tudjon lenni. Terhes igáját és háta veszélyét, az ő nyomorgatónak botját összetöröd, mint Midiánnak a napján. Mi lehet ez a Midián napja, emlékeztek rá? Ki volt, aki legyőzte a midianitákat nagyon különlegesen? Egy Gedeon nevű úriember. És tudjátok, megint, amikor elkezdünk gondolkozni, hogy milyen ellenségeink vannak, a midianiták azok sokan voltak. Erősek voltak, a zsidóknak meg nem volt semmiük. Se fegyverük, se szakképzettségük, az égvilágon semmi, kilátástalan helyzet. Leigázva fognak élni, amíg megmaradnak. Valamilyen ilyen állapotban voltak az emberek. Amikor ők arattak, nem tudtak örülni az aratóknak az örömével, mert jöttek a midiániták, és elvették az ő munkájuknak a gyümölcsét. És vajon mennyiszer vagyunk itt, testvéreim, hogy dolgozol valamiért, és mások aratják le te a hasznodat. Másoknak lesz győzelme abból, amiket te küzdöttél meg, amikért te harcoltál. Ez egy fájdalmas dolog. Szeretnénk, hogy a saját munkánknak a gyümölcse az a miénk legyen. De Midian rendszeresen jön, és elveszi azt, ami az enyém. Gedeonék bujkálva próbáltak egy kicsi búzát megtartani, hogy tudjanak élni, hogy meg tudjanak maradni. És amikor ezt a félős, gyáva, aggódós gyermeket Isten megkeresi, akkor hogyan köszöntötte őt Istennek az angyala? Az Úr veled, erős férfiú. Tudjátok, hogyha esetleg a tükörben nézünk, nem biztos, hogy egy erős férfiút látunk, pláne ha lányok vagyunk. Amikor látjuk a problémákat, nem biztos, hogy azt látjuk, hogy megvan a megoldás. Nem biztos, hogy azt látjuk, hogy ez nekem menni fog. Hanem azt látom, hogy szerencsétlen vagyok, nyomorult vagyok, már megint elbuktam, már megint bántottak, már megint elvitték az én nyerességemet, csőd és keserűség az egész életem. És akkor jön egy angyal, aki azt mondja, hogy az Úr veled, erős férfiú. Nekünk egy ilyen Istenünk van, testvérem, aki nem azt nézi, hogy milyen állapotban vagy, hanem látja, hogy mi lehet belőled. És amikor elindul ez a szerveződés, hogy akkor győzzük le a midianitákat, nagyon nagy a lelkesedés. Emberek ezrei, akik jönnek, és majd együtt le fogjuk győzni, és hogyha eddig sokan vagyunk, ez a sok lúd disznót győz, hát ha majd sikerül legyőzni. Elvesztük a fegyvereiket, és majd győzünk. De Isten azt mondta, hogy túl sokan vagytok, még a végén azt fogjátok gondolni, hogy ti vagytok azok, akik győztetek. És a végén marad 300 katona. Katona, 300 földműves. És a fegyvereik az egyik kezükben egy fákja, a másik kezükben pedig egy korsó. Nem tudom, hogy hány ilyen harcos filmet néztetek már meg, egyikben sem nagyon látszik ilyen harci eszköz. Korsóval dobálni az ellenséget nem annyira jó. Meg megvárják, míg felgyújtod őket fákjával, ez sem nagyon tud működni. Isten egészen másképp gondolkozik, mint ahogy mi gondolkozunk. Egészen másképp látja az életünknek a nyomorúságait, helyzetét, mint ahogy mi látjuk. És tudjátok, amikor Istennek engedelmesek voltak ezek a fiúk 300-an, akkor Isten volt az, aki legyőzte a midianitákat. Ezeknek a fiúknak nem kellett vértontani. Nem kellett az életüket kockáztatni, csak bátran kellett arra menni, amerre Isten küldte őket, és veszélyes volt. Észrevették volna a midianiták, megölhették volna őket, nem tudtak volna mit tenni, de engedelmesek voltak Istennek, bíztak benne, és Isten megszabadította őket.
És testvéreim, mi sem tudunk más tenni, akármilyen nyomorúságban van az életed, akármilyen próba és nehézség van az életedben, nekünk van egy szabadító Istenünk, aki jobban ismeri a helyzeteket, mint te, jobban átlátja a problémáidat, és tudja azt, hogy hogyan tudsz megszabadulni. Olyan módon, amit te el se tudsz képzelni. Kinek jutna eszébe korsóval menni az ellenségnek? Kinek jutna eszébe csökkenteni a hadsereg létszámát? Kinek jutna eszébe teljesen ráhagyatkozni egy ismeretlen haditervre, amit nem értek? De ezek a fiúk ezt megtették, és győztesek lettek. És olyan sokszor van, hogy az életünkben Isten kér tőlünk valamit, amit nem értünk. És mivel okos emberek vagyunk, szeretnénk megérteni. Uram, megyek, ha elmagyarázod, hogy miért. Elmagyarázod, hogy milyen következményei lesznek, elmondod és szépen levezetett, hogy milyen nyereségem fog ebből származni, és ha ez mind tetszik, akkor majd meglépem azt, amit mondasz. A ma embere így gondolkozik. Istenem, ha megéri, követlek téged. Ha oda teszed magad, akkor lehet, hogy fogok járni gyülekezetbe. Az emberek azt gondolják, hogy Isten egy szolgáltatást nyújt nekünk. Azt gondolják, hogy majd Isten jó előre megállt bennünket, és hát ennek a következménye az, hogy hálából eljárunk gyülekezetbe. Viszont Isten pont másképp akar gondolkozni, és másképp való gondolkozásra akar bennünket késztetni, hogy tanuljunk meg bízni benne, amikor sötétben vagyunk. Tanuljunk meg bízni benne, amikor teljesen kilátástalan az életünk, és kapaszkodjunk egy ilyen igébe bele, hogy nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Isten egy ilyen Isten, aki szeret bennünket, és tudjátok, Isten mindig a sötétből a fényre visz, Isten pedig a fényből igyekszik a sötétségre vinni az embereket. A bűnözők a lehető legnagyobb esetben mikor szokták elkövetni a bűntényeiket? A sötétben, azért, hogy ne lássák azt, hogy mit tesznek. Ne vegyék észre őket. A sötétség nagyon sok mindent el tud rejteni. Fénylő világosságban nagyon ritkán szoktak az emberek rabolni. Isten azt akar, hogy mi világosságban legyünk, sőt, nem csak azt akar, hogy világosságban legyünk, hanem mi magunk legyünk a világosság. Azt olvassuk a Máté 4.16-ban, a nép, amely sötétségben ült, látott nagy világosságot, és akik a halálnak földjében és árnyékában ültek, azoknak világosság támadt. Emlékeztek, Dávid azt mondja a 23. Zsoltárban, még a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te vagy velem. Az a nép, amely a halál földjében és a halál árnyékában ült, azoknak világosság támad. Biztos hallottátok a hírekben, az elmúlt héten Izraelt sok ezer bombával megtámadták, és egy jó néhány be is csapódott, és tudjátok, én hál' Istennek sosem értem még át. Lehet, hogy a nagyszüleink átélték azt, amikor bombázások vannak. Emlékszem, a nagypapám beszélt arról, hogy ezek a Sztálin-orgonának hívták az egyik ilyen rakétavetőt, hogy milyen sípoló hangja volt, amikor lövöldött, és ő világosan emlékszik ezekre a hangokra, és egy rémisztő hang volt. Én azt hallom, hogy a kutya ugat este, vagy a szomszédok veszekednek, vagy fűrészel valaki, ezek nem olyan félelmetes hangok. De milyen lehet úgy élni, testvérem, amikor tényleg a halál árnyékában vagy, hogy bármikor becsapódhat egy bomba, bármikor véget érhet az életed. Bármikor jöhet egy invázió, egy háború, egy támadás, ami ott azon a környéken sajnos rendszeresen előfordul. Nem véletlenül van ez leírva, a testvérem, hogyha még ilyen sötétben lennénk is, ha ilyen nyomorúságban lennénk is, támadhat világosság. És Isten tud és akar világosságot adni nekünk. Azt mondom, ez a 139. Zsoltár 11. verse. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz. A sötétség nem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság. Isten a legnagyobb sötétben is világosságot hoz, fényt hoz. Ő pont ezért jött el. Azt mondta ő magáról az egyik jelzője Jézusnak, hogy én vagyok a világ világossága. Ő azért jött el, hogy világítson, azért jött el, hogy fény legyen. Azért jött el, hogy bemutassa az utat az élő Isten felé, és csodálatos dolog, hogy nem csak ő maga világosság, hanem bennünket is világossága akar tenni, majd fel fogom olvasni azt az igét is. Hát tudjátok, amikor Jézus Krisztus elment a mennybe, vagy felment a mennybe, akkor megígérte azt, hogy fog jönni valaki, aki bennünket meg fog vigasztalni. Nem fogom felolvasni az egészet, de a János 14.16-ban az van leírva, én kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké az igazságnak a lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismer őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. A 19. vers azt mondja, én élek, és ti is élni fogtok. A 21. vers, aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magam annak. A 26. vers,
Az a vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, eszetekbe jutatja mindazokat, amiket mondottam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom én nektek, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Annyira csodálatos, hogy Jézus megígérte a Szentlélket, és be is tartotta az ígéretét, mert elküldte a Szentlélket, és itt van közöttünk. És közösségben akar lenni velünk. Amikor beszélünk a kereszténységről, beszélünk a karizmatikus mozgalomról, különböző módon gondolkoznak az emberek róla. Éppen tegnap beszéltem egy karizmatikus katolikus teológus úriemberrel, aki ír egy dolgozatot a karizmatikus jelenségekről, és akkor így felsorolt, hogy milyen jelenségek vannak, és úgy elgondolkoztam azon, hogy vajon ilyen jelenségekre van szükség Isten gyülekezetében? Vannak ilyen kísérő jelenségek. De most az, hogy reszket valaki, vagy az, hogy nevet, vagy éppen sír, vagy bármilyen ilyen érzelmi megnyilvánulás, ezek csak következményei valaminek. És annyira fontos, testvér, hogy mi ne a következményeket keressük, és ne a következmények után vágyjunk, hanem a lényeget ragadjuk meg. Sokan azt gondolják, ha keresztények leszünk, egészségesek leszünk, áldottak leszünk, gazdagok leszünk, boldogok leszünk, és ez természetesen részben igaz, de Isten nem azért hív el bennünket, hogy ilyen áldásokban éljünk, hanem azért, hogy közösségben legyünk vele, és ennek a közösségnek vannak olyan következményei, amelyek ilyen áldások formájában is megnyilvánulhatnak. De nem a kísérő jelenségek a lényegek. Amikor Jézus Krisztus elküldte a megígért Szentlélket, és amikor jött a pünkösd, tudjátok, a pünkösdnél nem az volt a lényeg, hogy lángnyelvek voltak. Nem az volt a lényeg, hogy új nyelveken kezdtek el szólni az emberek. Nem az volt a lényeg, hogy profétáltak, és döbbenetes, megmozdult a hely. Különleges dolgok történtek. Ezek csak kísérő jelenségek voltak. A lényeg az volt, hogy Isten lelke lejött erre a földre, belement az embereknek a szívébe, és átformálta őket. És az a gyáva Péter, aki félt egy szolgáló lánytól, az bátran mert prédikálni, és 3000 ember megtért. Azért, mert Isten szent lelke erre késztette őt. És Isten át tud és át akar bennünket formálni olyan módon, testvéreim, hogy ami számunkra lehetetlen, elképzelhetetlen, az valósággá váljon. Ahogy Gedeon számára, amikor otthon bujkált a fészerbe és csépelte a gabonát, lehetetlen volt, hogy ő szabadulást hozzon Izrael részére, elképzelhetetlen volt, fel sem merült volna senkiben, Isten ezt előre látta. És hát a kilátástalan helyzeteidben, testvérem, amikor sötétségben érzed magad, amikor nem érzed azt, hogy valaki melletted lenne, Isten látja, hogy hogyan tud kimenekedést adni, hogyan tud téged felszabadítani, egyszerűen be kell őt fogadnod a szívedbe. Kell, hogy az ő szent lelke betöltsön téged, és megváltozik az életed. És ennek lesznek kísérő jelenségei, lesznek következményei, de ezek nem annyira lényegesek. Jó dolog áldásban lenni. Jó dolog egészségesnek lenni, jó dolog boldognak lenni, de a lényeg az, hogy közösségem van az Atyával. És azt mondja itt Istennek az igéje, aki ismeri az én parancsolatomat és megtartja, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én Atyám, én is szeretem, azt is kijelentem magam annak. Annyira egyszerű, testvéreim, és mégis olyan bonyolultá tesszük, egyszerűen tesszük azt, amit Isten mond. Engedelmesek vagyunk neki, ennek áldásai vannak. Nem tudom, minden autóval így van, de a mi autónknál úgy van kialakítva a sebesség, hogy a legoptimálisabban úgy fogyaszt az autó, amikor betartom a szabályokat. Ezt megfigyeltem, amikor gyorsabban megyek, mint ahogy kellene, sokkal többet fogyaszt az autó. Amikor megfelelően megyek, akkor ebből áldásom származik, mert később kell tankolni. Amikor Isten népe engedelmességben jár, ebből áldásai származnak. Isten azt akarja, hogy az ő áldása a miénk legyen. Meg akar bennünket tölteni az ő szeretetével, az ő kegyelmével. Erre szükségünk van, testvéreim. Szeretsük őt, és tegyük meg azt, amit mond. És tudjátok, elképesztő, hogy milyen lehetőségek vannak bennetek. Döbbenetes az, hogy Isten milyen módon tud benneteket használni. És lehet, hogy azt gondolod, hogy én csak egy Gedeon vagyok. Gedeon, mielőtt Isten elhívta volna, egy senki volt. Senki nem számolt vele. Dávid, mielőtt Isten felkente volna, a legkisebb gyerek volt a családban. A saját apja nem emlékezett rá, hogy van még egy ilyen fiam. És lehetne sorolni, hogy mennyien vannak olyan emberek, akik mielőtt Isten elhívta volna őket. Senkik voltak, semmik voltak, de ott volt bennük a lehetőség, hogy engedelmesek lehetnek Istennek. És Dávid tudott a lehető legnagyobb király lenni, aki valaha volt Izrael életében, mert engedelmes volt Istennek, majdnem mindig. De ha nem, akkor meg bocsánatot kért érte. Gedeon szabadulást tudott szerezni az zsidó népnek, mert engedelmes volt Istennek. És ha te engedelmességben jársz, testvérem, Isten szent lelket tud téged arra használni, hogy ne csak a saját életed változzon, ne csak a saját életed álljon helyre, hanem a te környezetedre is változást hoz. Itt Magyarországon változást tud hozni.
És tudjátok, amikor világítasz, ez nem egy megerőltető dolog. Én soha nem hallottam egy lámpát nyögni, hogy ő világítson. Vagy nyögne a tűz, hogy ő fényt adjon. Ez természetéből fakad. Ha meggyújtják a tüzet, az fénylik, az világít. Ha Isten népe telve van Szentlélekkel, az látszik. Nem lehet elrejteni, nem lehet eltakarni. Nem tudod eldugni azt, hogy te hívő ember vagy, mert megírd a hitedet, engedelmességben vagy, és ebből erő származik. Amikor Jézus beszélt, tudjátok, ezt sokszor mondtam már, az ő szavából előszármazott. Úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Ez számodra is elérhető, testvérem. Hogy ne csak úgy beszélj, mint akinek hatalma van, hanem legyen hatalmad az élő Istenben. Hogy ő legyen a te győztes Istened, aki rád vigyáz, aki téged megtart, aki rólad gondoskodik. Úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Isten erre hívott el bennünket, hogy a mi világosságunk az legyen fény. És még egy ige, az Ézsaiás 60. része első verstől azt mondja, kelj fel, világosodjál, mert eljött a te világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a neked feltámad fényességhez. Emeld fel körös körül szemeidet, és lásd meg, mindjárt egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el. Amikor meglátod, és ragyogsz az örömtől, és remeg, és kiterjed a szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jön a népeknek gazdagsága, a tevék sokasága elborít, Midián és Éfa tevecsikói mind Szébából jönnek, aranyat és töményt hoznak, és az Úr dicséreteit hirdetik. Nagy baj van, testvérem, hogyha a tevék sokasságát meg az arany gazdagságát hallottad meg ebből a néhány gondolatból. Ezek is fontos dolgok, de ezek csak következmények. Ezek kinek a dicsőségét hirdetik? Az Úr dicsőségét. A te áldásod, a te gazdagságod, a te bőséged az az élő Istenről beszél. Hogy neked milyen Istened van. Nem a te tehetségedről, nem a te talentumaidról, hanem arról, hogy van egy olyan Isten, aki bennünket tud és akar használni. Olyan módon, amit el sem tudunk képzelni. Egy másik folytás azt mondja, hogy kelj fel és ragyogj. Isten ragyogásra hívott el bennünket. Arra hívott el bennünket, hogy világítsunk, hogy fények legyünk, hogy az embereket tudjuk vonzani. Azzal a békességgel, amit az Úr ad nekünk, nem olyan, mint a világi, ahogy az előbb olvastam, hanem a saját békességét. Aki a viharban tudott aludni, aki a legnagyobb nyomorúságában tudott Istenben bízni, aki amikor őt keresztre vitték, a kereszten meg tud bocsátani az őt bántó embereknek. Ez az a fény, ez az a világosság, amit az Úr nekünk akar adni, a sajátját. Hogy tudunk megbocsátani, tudunk elengedni, tudunk szeretni, újabb és újabb lehetőséget adni a másiknak. Ez Isten lelke nélkül nem megy. Szükségünk van rá. Ő az, aki bennünket vezet, ő az, aki bennünket megtart, és erre szeretnék bátorítani benneteket, testvéreim, hogy amikor a pünkösdről gondolkozunk, teljünk meg az élő Istennek az örömével. Teljünk meg az ő reménységével, hogy ő az, aki bennünket a sötétségen keresztül vezet, és el tudunk kezdeni ragyogni. És világítani. És hál' Istennek minél nagyobb a sötétség, annál kisebb fényre van szükség ahhoz, hogy észre lehessen venni. A sötét éjszakában egy gyertya is nagyon jól látszik. Lehet, hogy neked kicsi fényed van, de azzal tudsz világítani, azzal tudsz irányt mutatni, azzal tudsz áldás lenni mások számára. Így bátorítalak benneteket, testvére, hogy éljük meg így ezt a pünkösdöt, hogy bízzunk az Úrban. Ő tud és akar bennünket használni, és szeretni azt, hogy fény és világosság legyünk az ő dicsőségére. Amen.